Itt a 6-os út 152-es kilométer szelvényénél Kakastól nem messze fogták el a két férfit a rendőrök. A ruhájuk átkutatása során összesen közel 4 kiló kábítószert találtak náluk. Többféle drog is volt a zsebeikben, és a házkutatáskor még újabb fajták, köztük kokain nyomaira is bukkantak a nyomozók. A két férfi közül csak egyikőjüket gyanúsították meg kereskedelemmel, ő itt Bonyhádon bérelt lakást, korábban már indult ellen a rendőrségi nyomozás kábítószer miatt. A bíró most ezt is figyelembe vette, amikor úgy döntött, elrendeli a letartóztatását. 30 napra rendelte el a gyanúsított előzetes letartóztatását, kábítószerkereskedelem büntette megalapozott gyanúja miatt. A bíróság nyomozási bírája azért rendelte el a letartóztatást, mivel megalapozottan feltehető, hogy a gyanúsított elkövette a terhére rótt súlyos bűncselekményt. Továbbá az eljárásban még nem tisztázott, hogy egyedül követte el a bűncselekményt, vagy vannak-e ismeretlen társai. Az ügyészség szerint tehát azt sem lehet kizárni, hogy a 25 éves férfi bűnszövetkezetben, vagy a még ennél is súlyosabban büntetendő bűnszövetségben egy hálózat tagjaként árult a különféle drogokból. Az viszont biztos, hogy legalább szeptember közepéig letartóztatásban marad.